Hegymászó vagyok, nem lopom a napot, felnézek az égre, a versemnek vége. Különféle jelmezekbe bújtak és farsangi műsorokat adtak elő a Magvető Református Iskola alsó tagozatos diákjai. Jól éreztem magam, és bombolánynak költöztem, és a csoportom is annak, így csoportos öltözés volt. Nyolc alsó tagozatos osztály, közel 160 kisdiákja 2-3 hét alatt tanulta be az előadásukat. Néhányan közülük a koreográfia elkészítésében is segítettek. Szabad időben, szabad foglalkozásokon jelmezeket készítettek, produkciókat gyakoroltak be, hogy előzzük a telet ezekkel a műsorokkal, ezzel a színes forgataggal. A hagyományokhoz híven 12. alkalommal rendezték meg a téltemetést a Békesugár úti óvodában. A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot. Az orrónak költöztem, és ezért ezt választottam, mert... Orrónak költöztem. Hát azért, mert a filmben én nagyon szerettem az orrót is azért. A Nyuszi csoport zenés-táncos műsora után átvonultak a gyerekek a Kiszebábhoz. A Kiszebáb elégetése előtt még az utolsó papírfecinket is elhelyezték rajta. Ezek a kis papírok azok a szedik, amivel a gyerekek felírják a félelmeiket, az általuk rossznak tartott dolgokat, amelyet elégetünk, és így megszabadulhatunk tőle. A Kiszebáb égetése közben az óvodások énekekkel, mondókákkal űzték el a teret. A gyerekek a kis rituáléval jelképesen kaput tartva átléptek a tavaszba. A farsangi hagyományok régi időkre nyúlnak vissza. A 13. században már lehet találkozni ezzel kapcsolatos írásos emlékekkel. Két vonulata van tulajdonképpen a farsangnak. Az egyik az az úgynevezett karnevál, ami délről olasz közvetítéssel, itáliai közvetítéssel érkezik hozzánk. És ez inkább azt mondom, hogy a nemesi, főnemesi, illetve gazdag polgári rétegnél jelentkezik. A másik a fasznakt, ugye, vagy fassang, ugye ez német eredetű, és ez inkább a közpolgári, illetve népi vonalon található meg. A farsangi időszaknak hivatalosan Hamvazó szerdán, vagyis jövő héten lesz vége.